Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolna Fej televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, fő témáink néhány mondatban. Többen kivártak, 480 forintra csökkentették a 95-ös benzin és a gázolaj literárát. Tolna megyei összefogás 5-5 köbméter tűzifát adományoztak a gyászoló gyulai családoknak. Hármas jubileumot ünnepeltek, 130 éve alapították a szekszárdújvárosi római katolikus társaskört. Márton nap Szekszárdon háromnapos programsorozattal készültek a szervezők az ünnepre. Többen kivártak, hogy hétfőn tankolhassanak, ugyanis november 15-én lépett hatályba az a kormányrendelet, amivel maximalizálták a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti árát. Ezt a kétfajta üzemanyagot 480 forint per literért tankolhatják az autósok egészen február közepéig. A szakértők szerint ez az árcsökkenés nem elég ahhoz, hogy az egyéb megemelkedett kiadások mellett például a fuvarozók lemondjanak az áraik emeléséről. Nagy volt a forgalom az üzemanyag töltőállomásokon hétfő délután. Többen voltak, akik direkt erre a napra hagyták a tankolást, hiszen Magyarország kormánya november 15-ével befagyasztotta az üzemanyagárakat. Így a következő három hónapban maximum 480 forintért juthatunk hozzá a 95-ös benzin és a gázolaj literéhez. Bár átlagosan 30 forinttal csökkent az üzemanyag, ez mégis megosztja az embereket. Kettős érzéseim vannak. Mint felhasználó nyilván örülök neki, de hogyha nézem a benzinkút szolgáltatókat, akkor viszont sajnálom őket. Akadt azonban olyan is, aki attól tart, hogy három hónap múlva ennek köszönhetően még nagyobb lesz az üzemanyagára. Ezt csak három hónapig fogják korlátozni, tehát utána valószínűleg ismét drasztikusan fognak emelkedni az árak. Sőt, szerintem ezt be is fogják hajtani ezt a három hónapot, tehát valószínűleg bőven 500 fölött, lehet még a 600-at is el fogja érni. Úgyhogy hát oda kell figyelni. Tehát most én is azért odafigyelek majd, hogy ahova tehetem, akkor nem megyek autóval, inkább megoldom gyalog. A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének szóvivője úgy nyilatkozott, az árufuvarozásban vagy a személyszállításban dolgozók számára ez az intézkedés nem egyértelműen pozitív. Összességében azt kell mondanunk, hogy a költségek ebben az egész évben történt elszabadulását valamelyest minimálisan ezt kompenzálja, de igazából a fuvarozás költségeit, a fuvarozásra rakodó költségeket összességében nem tudta pozitívan befolyásolni. A szóvivő szerint emellett az intézkedés mellett is kénytelenek a fuvarozók megemelni a szállítási díjakat. Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy nyilatkozott, bár most jól jön, hogy három hónapra befagyasztotta a magyar kormány az üzemanyagárakat, de a világgazdaság azt mutatja, hogy a közeljövőben sem várható, hogy olcsóbban jutnánk hozzá az üzemanyagokhoz. Sajnos én úgy látom, hogy egyelőre nincs arra tendencia, hogy lefelé mennének az üzemanyagárak. Ugye ez néhány ország, aki beszállító, az dönti el, hogy mekkora lesz az üzemanyag ára. Azonban az autósok Magyarország kormányának köszönhetően február 15-ig még biztosan örülhetnek az árcsökkenésnek. Az elmúlt három napban 21.060 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 960.844 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 304, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 32.171 főre emelkedett. 5.286 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.999.000-en kaptak. Tolna megyében 276 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban, ezzel a járvány kezdete óta 19.871-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Aláírták az új bérmegállapodást a Karmelita Kolostorban. Orbán Viktor miniszterelnök az eseményen kiemelte, az egyik legnagyobb gazdasági növekedést Magyarország ért el az elmúlt időszakban Európában, és ez minden magyar közös sikere, ezért mindenki részesülni fog belőle, még a nyugdíjasok is. Az új megállapodás szerint január 1-től a garantált bérminimum bruttó 260.000 forint, a minimálbér pedig bruttó 200.000 forint lesz. Ezzel együtt a közmunkabére is jelentős mértékben emelkedik. Ma hazánkban a minimálbérért 300.000 ember dolgozik, a szakmunkás bérminimum pedig 800.000 embert érint.
5-5 köbméter tűzifát kaptak azok a gyulai családok, akik szeptember végén elveszítették családtagjaikat a 65-ös úton Som és a Darány-pusztai elágazás között bekövetkezett autóbalesetben. A gyulai erdészet kedvezményesen biztosította és szállította ki a tüzelőt, melyet a Tolna megyei önkormányzat és a Tolna megyei roma önkormányzat finanszírozott. Baj után ugye mindig jó jön a segítség. Amikor meghallottuk, hogy mi történt, akkor rögtön elkezdtünk tanakodni, hogy mibe tudunk segíteni. Tolna megye valamennyi lakosa megdöbbenve értesült a szeptember 30-ai tragikus kimenetelű közlekedési balesetről. Az 56-os út Som és Darány-pusztai elágazása között három gyulai férfi vesztette életét. Az áldozatok családjainak megsegítésére összefogott a település, most azonban a Tolna megyei önkormányzat a helyi erdészettel karöltve nyújtott segítséget a gyászoló családoknak. Göbölös Péter urat fölhívtam, és beszéltünk arról, hogy tudnánk-e a téli időszakra most segíteni a családoknak, akik egyedül maradtak, vagy magukra maradtak. A vezérigazgató úr készséges volt, és teljesen megértette a gondjainkat. A jótékony akcióhoz az erdészet kedvezményes áron biztosította az összesen 25 köbméter fát az 5 gyászoló családnak. 500 ezer forintot próbáltunk elkülöníteni erre a dologra, és hála Istennek így talán az 5 családnak meg fog oldódni a tüzelés az egész szezonba, és ezzel próbáljuk enyhíteni, amit hát ugye nem tudjuk a gyerekek elvesztésével pótolni, de mindenféleképpen kicsit próbáljuk a hátrányos helyzetű gyerekek, a felnőttek embereknek a problémát úgy enyhíteni, hogy nem az ő kiadásukból fog menni ez az egész dolog. Az összefogásban a Tolna megyei önkormányzaton kívül részt vette a Tolna megyei roma önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat is. November 15-től mindenkinek kötelező a maszkviselés a kormányablakokban, jelentette be a miniszterelnökség. A közleményben kiemelték, hétfőtől valamennyi kormányablakban és kormányhivatali ügyfélszolgálaton az ügyfeleknek és az ügyintézőknek is egyaránt kötelező a szájat, valamint az orrot eltakaró maszkot viselni. Az intézkedés célja az emberek egészségének megóvása és a koronavírus terjedésének csökkentése. Megnyílt a Pakspont az Atomvárosban. A turisztikai információs iroda nem csak megújult, de új helyre is költözött. Mostantól a város központjában a Dózsa-György úton találhatják meg az érdeklődők. Az irodában nem csak információt kaphatnak a látogatók, ajándéktárgyakhoz és a helyi termelők különböző termékeihez is hozzájuthatnak. Szabó Péter polgármester is megtekintette a nyitás napján az új helyre költözött Turistinfo irodát, mely mostantól Pakspont néven található meg a Városközpont főutcájának legforgalmasabb helyén a Városháza közelében. Paks feliratos tollak, képeslapok, bögrék, paksi színező és még sok más helyi kiadvány és ajándéktárgy mellett helyi kézműves termékek, úgy mint szappanok, mézkülönlegességek, mézes kalács is megtalálhatók a polcokon. Reméljük, hogy a későbbiekben a helyi kézműves termékek palettája is majd bővülni fog, tehát egyre több helyi vállalkozó kézműves fedezi fel azt a lehetőséget, ami ebben a Pakspont irodában rejlik. A paksiak körében népszerű atomszitis feliratú ruházat kiegészítők skálája is bővült. Pakspontá alakultunk, ami a nevében magában hordozza azt, hogy amit igazából képviselni szeretnénk, hogy a turisták kiszolgálása mellett és felvilágosítása mellett a paksiakat is egyre szélesebb körű kiszolgálást tudjunk nekik nyújtani. A már eddig megszokott szolgáltatások is megmaradtak, továbbra is megvásárolhatók a helyi tömegközlekedésre a jegyek, bérletek, mindemellett városi kiadványok, könyvek, magazinok, programajánlók találhatók. A betérőket akár angol és orosz nyelven is tájékoztatják. 130 éve alapították a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskört, mely a mai napig az egyik legmeghatározóbb civil egyesülete a Tolnai megyeszékhelynek. A közel 180 tagot számláló társulás három kerek évfordulót ünnepelt. Az eseményen részt vett Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, aki kiemelte, ez a társaság sokaknak egy második családot jelent.
Fennállásának 130. évfordulóját ünnepelte a szekszárdi újvárosi római katolikus társaskör. A Szent István házban megtartott ünnepségen felelevenítették az elmúlt közel másfél évszázad történéseit, megemlékeztek azokról a tagokról, akik már nem lehetnek velük, és megköszönték a jelenlegi tagok munkáját. A mai napon egyrészt emlékezni szeretnénk a társaskör elmúlt 130 illetve 25 évére, a másik része a mai napnak pedig az ünneplés része lesz. Megünnepeljük azokat az alapító tagokat, akik annak idején megalapították a társaskört, és a mai napig a társaskör tagjai, illetve megünnepeljük azokat a tagjainkat, akik több mint negyed évszázados tagsággal rendelkeznek. Nagyon sok tagunk van 1992 óta. A római katolikus társaskör a civil szervezetek közül Szekszárdon a legnagyobb, közel 180 taggal működik, és vannak olyan családok, akiknél három generáció is tagja a társaságnak. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, ahol elmondta, hogy a társaskör az elmúlt 30 évben az egyik legmeghatározóbb civil szervezete lett a Tolnai megyeszékhelynek. Nagyon fontos még a társaskör életében, hogy nagyon sok olyan idős emberről gondoskodik, és azoknak ad szervezetten is programot, nem csak az ünnepekben, hanem a hétköznapokban, ami által a tagjaik úgy érzik, a társaskör tagjai, hogy egy második családjuk ez a fajta közösségi forma. A társaskör idén még több nagy eseményre is készül, amelyekre mindenkit szeretettel várnak. Kiváló szekszárdi borból és természetesen sült libacomból is sok fogyott a Béla Király téren felállított mártonnapi sátorban az elmúlt hétvége során. A Tolnai megyeszékhelye már sokadik alkalommal tartották meg a gasztronómiai és zenei programokkal sűrített karácsonyi bőjt előtti utolsó ünnepet. Sztárfellépők, gyermekkoncertek, libából készült étel különlegességek és borudvar. Ismét megrendezték Szekszárdon a Márton napot. A hagyományokhoz híven november 12-e és 14-e között a Béla Király tér adott helyet a programsorozatnak. Megnéztük az iskolás és az óvodás műsort, és utána Kovácsovics Fruzsinát megvártuk, úgyhogy a csajok tomboltak egyet a színpadon. Szent Márton napja egyben az újbor ünnepe is. Úgy tartják, hogy akármilyen is az évjárat, az újbornak el kell készülnie november 11-ére. Én fehér borpárti vagyok, ő meg vörös borpárti, úgyhogy lehet, hogy megegyezünk egy rozéban. Márton nap a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos bőjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. Ezeknek pedig elkerülhetetlen kelléke az újbor és a liba ételek. A helyi éttermek többek között libacombbal, libatepertővel és természetesen libamájjal is készültek. Gyurkovics János alpolgármester elmondása szerint az ünnep mindig is szerves részét képezte a szekszárdi programoknak. Örülünk annak, hogy most meg tudjuk tartani, természetesen a megfelelő intézkedések mellett a mai napra, vagy hát erre az időszakra érvényben levő előírásoknak megfelelően. Örülünk ennek a lehetőségnek. A városban több helyen is van rendezvény, több helyen is van ünnepség. A szekszárdi Márton nap programjai november 14-én este koncertekkel értek véget. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Több forrás, minőségi javulás Pécsen, 100 nappal a modellváltás után az egyetem. Óvintézkedések a templomokban, reagálnak a járványra a történelmi egyházak felekezetei. Zöld túrabázis Szigetváron, a környék felfedezését segítik pályázati forrásból. Az egyetemi modellváltás első 100 napját értékelték a Pécsi Tudományegyetemen pénteken. Az intézmény működtetését ellátó alapítvány elnöke számolt be munkájukról, a modellváltás eredményeiről. Bódis József kiemelte, hogy a változásnak köszönhetően több forrás jut az intézménynek, ez pedig az oktatási-kutatási munka minőségének emelésében, a Pécsi Egyetem nemzetközi elismertségének növelésében jelent előnyt.
A Pécsi Egyetem jól teljesített a külföldi hallgatók létszámának növelésében. Ma már 4500-5000 azoknak a száma, akik a világ különböző országaiból a Baranyai megyeszékhelyre jöttek tanulni, mondta az egyetemet működtető alapítvány elnöke pénteken. Bódis József az alapítvány első 100 napjának munkáját értékelte. Azt mondta, most a cél a külföldi hallgatók Pécsre csábítása, hogy ezzel is növeljék az egyetem nemzetközi hírnevét. A kuratórium azt a döntést hozta ma, hogy létrehoz egy alapot, amely finanszírozási háttérként jelenik meg egy ilyen programban. Ma 100 milliós alapot hoztunk létre, úgy gondolom, hogy ez jó, és örülnék, ha minél előbb elfogyna, mert akkor tudjuk szaporítani a külföldi oktatóink számát. A modellváltás több fizetést jelent az egyetemen dolgozóknak, ezt mondták még az alapítványi működtetés elfogadása előtt. 2x15%-os béremelést ígértek. Ennek első fele az idei évre teljesül a kormányzattal kötött megállapodásnak köszönhetően. 15% plusz bértömeg jött. Hogy az egyetem vezetése, gondolom, a érdekképviseleti szervekkel egyeztetve, hogy osztja ezt el, mi abban nem kívánunk beleszólni, azt kértük, hogyha lehet, már itt is jelenjen meg a teljesítmény szempont. A második 15%-os emelés jövőre lesz. Az oktatás, kutatás, gyógyítás színvonalának emelése a modellváltás célja. Ezért a magasabb minőséget többletforrásokkal ismerik el. Ezt vizsgálják, mérik a különböző szakokon, karokon, és ez alapján döntenek a további források juttatásáról. Erre az alapítvány éves szinten 400 milliárd forintot kap. Mellette pedig az egyetem napi működtetésére, feladatellátására külön forrást kap az intézmény a technológiai és Innovációs Minisztériumtól a nemrég megkötött 6 éves szerződés alapján. Újra bevezették a maszkviselést a templomokban a koronavírus járvány megfékezése érdekében. Valamennyi felekezet egyetért abban, hogy aki felső légúti betegség tüneteit észleli magán, ne menjen közösségbe. A Római Katolikus Egyházmegyék a helyi főpásztor rendelkezéseit tartják iránymutatónak, ami többek között a kézfertőtlenítést, a kézbeáldozást és a kézfogás mellőzését tartalmazza. A többi magyarországi egyházmegyéhez hasonlóan az állami előírások szigorodása és a szakmai testületek ajánlása eredményeképpen a Baranya és Tolna megyét magában foglaló Pécsi egyházmegye területén is új főpásztori rendelkezések léptek életbe. Érkezéskor és áldozás előtt a templomokban kézfertőtlenítőt kell használniuk a híveknek, valamint újra kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. Ezeken kívül még számos óvintézkedést vezettek be a liturgikus eseményeken. A szent áldozás kézben történhet. Az áldoztató is, nyilvánvaló a szolgálattevő, amikor végzi a szolgálatot, akkor azt nem maszkban kell, hogy végezed, amikor kiszolgáltatjuk az oltári szentséget, akkor föl kell tenni a maszkot, kézfertőtlenítést kell végezni az áldoztatónak is, és utána megy áldoztatni. A szentelt víz tartókban nem lehet szentelt víz, ott akkor mindenki egymás után mártaná be a kezét. A főpásztori rendelkezés tartalmazza azt az ajánlást is, hogy aki felső légúti betegség tüneteit észleli magán, ne menjen templomba és közösségbe. A televízióban vannak szentmise közvetítések, vagy az interneten keresztül a betegeknek érvényes, ha ott nézik a szentmisét, az istentiszteletet. Nem csak a katolikus, hanem a protestáns felekezetek templomaiban is újra bevezették a maszkviselést, de egyelőre mindenhol jelenléti istentiszteleteket tartanak. Új turisztikai létesítményt adtak át Szigetváron pénteken, innen indulhatnak mostantól a kerékpártúrák a Dél-Zselicbe, mely még felfedezetlen terület az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szerint. Egy egyesület pályázott a túrabázis létrehozására, az elnyert 27 millióból épületet vettek, illetve kerékpárokat is a kirándulásokhoz. Egy elkészült fejlesztést használatba venni mindig nagy öröm. Különösen így van ez, ha a fejlesztés egy nagyobb térségre gyakorolhat pozitív hatást. Mi ilyennek gondoljuk a most átadásra kerülő Zrínyi Zöld túrabázist.
Ezt mondta a Szinergia Egyesület képviselője Szigetváron, ahol pénteken adták át az új létesítményt a Dózsa György utcában. A terület országgyűlési képviselője szerint fontos központja lehet ez a helyi turizmusnak. Szigetváron és a környékén nagyon sok turisztikai fejlesztés valósul meg. Az idejében befejeződik a várnak a 1,5 milliárd forintos felújítása, kezdődik a várkertnek a megújítása. Hollófészek kilátót jövőre elkezdjük építeni, Ibafán megújul a Pipa Múzeum. Dél-Selic egy még felfedezetlen terület a turizmus szempontjából, mondta az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos az átadón. Ezen változtathat a túrabázis megnyitása, amit támogattak. Szigetvári váron túl itt fantasztikus adottságok vannak a térségben, Vidra Park, Katicatanya, Kardosfai Csillagpark, és még hosszan-hosszan el lehetne sorolni, és reménykedünk abban, hogy ezzel hozzá tudunk járulni, hogy itt a térségben az aktív túrázók száma az jelentősen megnövekedjen. Ezzel pedig a térség népesség megtartó ereje növekedhet, mondta Révész Máriusz. A Szinergia Egyesület az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi irodához nyújtott be pályázatot. 27 millió forintot nyertek az épület megvásárlására, felújítására. Ezen kívül még 10 kerékpárt tudtak beszerezni. Így az Rigi Zöld túrabázisról indíthatnak kerékpártúrákat saját eszközeikkel a környék felfedezésére az ideérkező turistáknak. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Többen kivártak, 480 forintra csökkentették a 95-ös benzin és a gázolaj literárát. Tolna megyei összefogás 5-5 köbméter tűzifát adományoztak a gyászoló gyulai családoknak. Hármas jubileumot ünnepeltek, 130 éve alapították a szekszárdújvárosi római katolikus társaskört. Mártonnap Szekszárdon háromnapos programsorozattal készültek a szervezők az ünnepre. Kedden reggel párásság, ködfoltok lesznek jellemzőek, de a nap további részében változó, szakadozó felhőzet mellett napsütésre is számíthatunk. Estére legyengül a légmozgás, éjszaka változóan csillagfényes, párás, rétegfelhős idő lesz. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon. Holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!